Következő előadón, Ábrahám Krisztián, köszöntelek Krisztián, a Körte Közösségépítő és Egészségmegőrző Természetvédelmi Egyesület megalapítója, ugye? Jó mondom? Igen, és átadom neked a mikrofont, és hallgatunk. 40 percet van. Köszönöm szépen. Mindig múzust azért nem tartom, 40 perc az nagyon mennyi lenne. Üdvözlök mindenkit szeretettel. Körte Egyesületnél elsősorban a természetismereti programokkal foglalkozunk, gyógynövényismereti tanfolyamok, gyógynövényes túrák és egyéb természeti túrák hasonló. Nyilván benti előadásra csak pici kedvet tudunk csinálni, és inkább aktualitásokról szeretnék beszélni, amivel hát ha az itt ülő kedvet kapnak, hogy néhány dolognak már is nekiálljanak, csináljanak valami hasznosat. Például csináljanak ilyen kivonatot. Most így ránézésre ez nem fog kedvet csinálni, de ez vadgesztenének az alkoholos kivonata, ami csodákat tud művelni mindenféle ízületi problémákkal, nagyon jó. Azért hoztam, mert most van vadgesztenye szezon. Tehát még lehet menni vadgesztenye fákat keresni Szegeden bárhol. Lehullott földre lehullott vadgesztenye is nagyon jó, ezt kell összegyűjteni. Héjától megfosztjuk, és utána bármilyen darálóval aprítani. Nem kell megvárni, hogy száradjon, tehát frissen a legjobb aprítani. Utána akár darálóval ledarálni, ami van, mágdaráló, húsdaráló, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy össze kell zsazsálni, és az nem tökéletes megoldás neki, ezért még kicsit turbizgéppel is megadtuk neki, úgyhogy ehhez már alkoholt lehet tenni. Ugyanis tinktúrát készítünk, vagyis alkoholos kivonatot. Alkoholt lehet hozzáadni ehhez a gesztenyéhez, és ezt leturmixolva, utána olyan fele-fele arányban keverném a befőttes üvegben, ezt a vadgesztenyés pépet további tiszta alkohollal. Már nem úgy értem a tiszta alkoholt, hogy 96%-os, hanem ami van otthon, házi pálinka, teljesen mindegy, valami pálinkát kell hozzátenni, ez a lényeg. Ugye régen a réz elejét tették, ami nem inható meg, mert sajnálták volna a többi pálinkát ilyesmire, de azért azt nem javaslom, vagyis nem fölöttem, mint a főzés elején a használatlan rész, hanem rendes házi pálinkából ennyit nyugodtan áldozzunk be, fele-fele arányban, és akkor türelmesen várunk, ez majd leülepszik. Egy olyan 2-3 hónap múlva, mivel ezt most készítettük frissen, ez le fog ülepedni, és a feléig lesz durván tiszta tinktúra, az alsó fele lesz ez a krémes massza, ami megmarad. És ez nagyon jó mindenféle ízületi problémákra, gyulladásokra. Ezt én magam is kipróbáltam, mert kosárlabdázok, és a jobb vállam volt nagyon erősen megfájdulva, és nem gyógyult úgy egy hónapig, utána ahogy elkezdtem ilyen alkoholos gesztenyés kivonattal kezelni, pár nap alatt nagyon gyorsan rendbe jött, csak naponta kétszer be kell kenni, olyasmi módon a tinktúrával, mint a arcest használ ránk, tehát ilyen csak várra, vagy bárhol, ahol fáj, tehát ízületi problémára. Például nagyon jó naponta kétszer kezelve ezzel, gyorsan gyógyítja ezeket. És nyilván szakadalomnak és másoknak is jön ez a tapasztalata, szóval a vadgesztenyét keressük és készíthetünk ilyet, aztán majd jó lesz valamire. Ilyen és ehhez hasonló ötleteket is megosztunk egymással, amikor gyógynövényekről beszélünk, ugye akár a tanfolyamon, akár kis kurzusok vagy előadások keretében, illetve terepen. És természetesen ahhoz, hogy zöld háztartást vezessünk, nem elegendő csak egy témakörrel foglalkozni. Azt tapasztalhatjuk, aki ilyesmi irányba szeretne elindulni, hogy mindenképpen kell közösségi együttműködés, és mindenképpen kell az, hogy legyen olyan kis közösség, aminek a részeként meg tudjuk osztani egymásra a tudásunkat, tudunk egymásnak segíteni, illetve beszerezni különböző készítményeket, hiszen senkinek nincs ideje arra, hogy mindent saját maga csináljon meg. Én azt gondolom, hogy igazi élelmiszerhez, ennivalóhoz jutni csak hiteles emberi kapcsolatokon keresztül lehet. És itt nem feltétlenül minősített bioélelmiszerekre gondolok, bár erre is van jó példa, hanem arra, hogy jó barátaim azok, akiktől ezeket a dolgokat beszerzem, és ők számomra hitelesek, vagyis nincsen szükségem semmiféle hitelesítésre még külön ezentúl, hanem azokat a dolgokat használom, azokat a készítményeket fogyasztom, amik tőlük valók. Ez itt Asterix fogja, ha valaki már járt itt, vagy megismeri. Ez jelképezni szeretné azt a kis közösségi összefogást, amit mi próbálunk ugye évről évre fejleszteni és építeni.
egy falusi szellemiségű közössége városi környezetben, amelynek nem feltétel az, hogy mi egymás mellett lakjunk, hiszen ez nem mindig megoldható, nem tudunk egymás mellé költözni. Mindenki szeretne életének egy bizonyos szakaszában ökofaluba költözni például, hogyha ilyen lelkesen spirituális vagy alternatív gondolkodású, de ez nem mindig könnyen megvalósítható. Viszont létre tudtuk hozni egy virtuális ökofalut, aminek a lényege, hogy ugyanúgy kapcsolatban vagyunk egymással, ugyanúgy tudjuk egymást segíteni, és Szegeden és vonzás körzetében lévő hasonló gondolkodású embereknek az együttműködése is megvalósítható. Most az unalmas statisztikákat kihagyjuk, és nem érünk rá foglalkozni csak a megoldások része, vagyis azzal, hogy zöld háztartásban én mindent tudok tenni, azért, hogy csökkentsem egyrészt a szennyezést, a saját testemnek a szennyezését, a környezetemnek a szennyezését, másrészt pedig, hogy olyan megoldásokat találjak, amilyen olcsóbbak is, és nyilván ezzel egészségesebbek is. Hogyha először az élelmiszer témakörrel foglalkozunk, hiszen most csak ez a szűk keresztmetszet marad nekünk, élelmiszerek, gyógynövények és hasonlók, nyilván nem fogunk belemenni itt az energiába és még sok minden másba. Rengeteg érdekes témakör lenne azokon belül is. Én környezetvédelem szakos tanárként tartok ilyenekről előadásokat, de most nyilván nem akarhatunk túl nagyot ezzel a rövid 40 perc alatt. Ebben a vonatkozásban is nagyon sok praktikus ötletünk lehet. Befőzni mindenki tud, ezt nem fogom elmondani. Viszont ugye kevesebben tudják, hogy milyen hasznos anyag tud lenni például a habú, amit ugye nem csak tartósítószerként lehet használni, hanem tisztítószert is lehet belőle készíteni, és hasonlókat. Ki kell ezeket a dolgokat próbálni? Mert ez egy elméletben jól hangzik, de igazából 10 perc munka, tehát akár egy tábortűzből, ha van habú, akkor arra úgy tekintsünk, hogy az értékes anyag, értékes nyersanyag. Habú készítése rendkívül egyszerű. Hamut össze kell keverni vízzel, ennyi. Tehát nem bonyolultak ezek a dolgok. És utána ugye leszűrjük, bármin keresztül le lehet szűrni, egy rossz harisnyán keresztül, vagy ahogy sikerül. A hamu lúg olyan erős lúg, hogy kézzel nem is szabad hozzányúlni. Tehát gumikesztyűt javaslok még a műanyag kannából való átöntéséhez is. És utána remek WC tisztító anyagot nyertünk például. Tehát ez igen jól alkalmas mindenféle tisztításra. De valaki azt gondolja, hogy ő nem fogja a habúval tisztítani a gyönyörű mosdókajdóját, vagy ilyesmi, hát akkor is jó szerintem például a mellékhelyiség takarítására, meg ilyenekre, tehát sok mindenre tudjuk használni. Vagyis csak a modern civilizáció gondolja azt, hogy a bonyolultabb az fejlettebb. És nekünk rendkívül bonyolult megoldásokat kínálnak, amelyeket úgy adnak el nekünk, mint ezek kényelmes megoldások lennének. Ezek a bonyolult megoldások inkább csak drágák, nem biztos, hogy kényelmesek, hogyha tudnánk a teljes életünkben gondolkodni. Vagyis amikor a gyerekeknek tanítok környezetvédelemről, akkor mindig életütelemzéseket mutatok nekik, mert nincsen az emberiséggel semmi különösebb baj, úgy értem rendkívül jó szándékú, csak információs állapotban van. Tehát biztos vagyok benne, hogy sokkal jobb döntéseket hoznánk, hogyha látnánk a teljes történetet. De mi csak egy nagyon-nagyon picike szűk szeletet látunk mindig, bóltól kukáig. Boltban megveszem, ami kell, kukából kiló már nem kell. Boltól a kukáig, ez nagyon-nagyon rövid része a történetnek. A teljes történet az egy 360 fokos kör, amiben egy icipici tortaszelet, ez a boltól a kukáig tartó rész. És persze, hogy rossz döntéseket hozunk, hogyha csak ezt nézegetjük, a boltól a kukáig tartó részt, és csak azt, hogy mennyibe kerül. De hogy én a Tesco gazdaságos termékektől utána 20 év múlva miért rossz a májfunkció, miért vannak mindenféle járulékos betegségeim, keringési problémáim, szívproblémáim, egyebek, azt már nem veszem hozzá az árához a Tesco gazdaságos terméknek, mert bocsánat, ha valaki dolgozik a Tesco-tól, majd beperelje bennünket. Szóval bármelyik multicégnél, ha veszünk ilyen dolgokat, akkor nem számoljuk bele, hogy hiába olcsó, hogyha egyszer, az nem ennivaló. Abban vegyszerek vannak, vegyi anyagok, le akárhány százak, mindenféle olyan adalékanyagok, amelyek nem jók az emberi szervezetnek, és az ezek által okozott problémákkal együtt, hogyha a teljes történetet nézem, akkor már is világos lesz, hogy nem volt gazdaságos az a vásárlás, amit én annak tartok. Sajnos én elég szélsőségesen gondolkodom ezügyben, de az csak arra gondolom, hogy mindenkit kizökkentsek. Úgy gondolom, hogy élelmiszerboltban nem nagyon lehet élelmiszert kapni. Ott nincs ilyesmi. Nagyon nehezen tudnánk akár három olyan terméket összeszedni, amit ott meg lehet venni, és ez tényleg igazi ennivaló. A csomagolása akkor is ártalmas, de esetek többségében sajnos még megmutatható az is, hogy
különböző adalékanyagok, színezékek, egyebek, azok nem biztos, hogy nekünk valók. Mostani témakörünk ugye gyógynövények lesz, ezt már is egy példával meg tudom mutatni. Tudunk venni ugye boltba ilyen teafüveket. De meg nem mondom, hogy milyen márkájú teafű, bármilyen madzagos, filteres teafű, egy picit asabban. Hát ugye eleve a csomagolási hulladék miatt ilyen drága. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy ez, ha ilyesmit veszünk, az olyan, mintha a mákot úgy vennénk, hogy szemenként be van csomagolva. Tehát nem gazdaságos. Azért kerül 6000-12000 forintból kilója bármilyen teafűnek, mert 1,82 grammonként ez nekünk be van csomagolva. Azért, mert a mai embernek nincsen arra 10 másodperce, hogy egy szűrőt tartson a teája alá, és leszűrje magának, hanem neki kell neki egy ilyen szűrőfilter. A szűrőfilter ugye eleve fehér papírból van. Tudjuk, hogy a papír sose magától fehér, az klórral fehérítik, tehát eleve klórt áztatunk a forró vízben. Azon kívül például a Pickwick, nem mint ez az lenne, a Pickwick eper teja saját bevallásuk szerint, tehát az a cég mondta, nem a külső környezetvédő, saját bevallásuk szerint egy ausztrál fafaj fűrészporából nyeri az eper aromát. Tehát, mint tudjuk, abban nem igazi eper van, de most már azt is tudjuk, hogy fűrészporból készül az eper tejának az eper íze. Egyik ismerősök dolgozik ízgyárban. Ízgyár. Tehát ott semmit nem állítanak elő terméket, ízt gyártanak. Tehát van ilyen. Ez is ahogy így készül, fűrészporból az eperíz, és ugye piros színezékkel hozzá, tehát ilyen klóros, festékes fűrészport áztatunk ilyenkor a forró vízben, és ezt teának nevezzük esetleg. Vagyis ezek a megoldások nyilván csak az idő miatt születtek meg, mert az embernek nincsen ideje, úgy érzi, és ezért lett kényelmes, de igazából nem spórol ezzel időt, se legfeljebb rövidíti az életét a bolti vásárlással, ha így értettük, és sokkal több pénzbe kerülnek nyilván ezek a dolgok, hiszen nyilván nekem könnyű, én sokat vagyok terepen, mert rengeteg túrát vezetek, de én 15-20 éve csak olyan teát iszok, amit én magam szedtem. És nem biztos, hogy ez túravezetőnek kell lenni, szerintem mindenki megteheti azt, hogy egy évben kétszer-háromszor sétál olyan helyen, ahol autó nem nagyon szokott járni már. Hát így tanítjuk ezt, hogy ott kell szedni egy gyógynövényt, ahol nem nagyon hallani már az autókat, tehát főutaktól távolabb, ha tehetjük, és gyűjtögetünk egyszerű dolgokat azoknak virágzási és nyílási idején, amikről mindjárt lesz szó a különböző gyógynövényekről, és nagyon könnyen pár ilyen alkalommal is össze tudjuk szedni az egész évben való kis teafűnket akár. Vagyis ehhez nem kell vásárolni. Tehát sajnos a környezetvédelem is sokszor csak a közhelyek szintjén marad meg, hogy környezetvédelem, ne szemeteljetek az utcán, gyűjtsetek válogatva, ilyesmit mondanak a fiataloknak. Nem, ez a környezetvédelem, semmi köze nincsen ehhez. Hogy ki hol szemetel, az egy jó neveltségi kérdés. Mint hogy köszönök elő az időseknek, meg hasonlók. Tehát nem attól leszek környezetvédő, hogy a kukába szemetelek, nem is attól, hogy válogatva gyűjtöm, mert az megint egy csőbégi megoldás, hogy megcsináljuk a szemetet, és utána akarunk vele valamit kezdeni. Amihez rengeteg energia kell, megint szállítás, azt feldolgozni, gyártani belőle valamit, és így tovább. Vagyis ez megint csak, ha teljes életutat nézegetjük, erre mondtam most példákat az életút elemzésekre, akkor láthatjuk, hogy nem igazán gazdaságos megoldás, az ehhez szükséges energiát meg még mindig primitív módszerekkel állítjuk elő, például ilyen hatalmas törzsű fákat vágunk ki a somogyi erdőben, hogy azzal fűtsük a pécsi hőerőművet, ami aztán 10%-os hatásfokkal elektromos áramot állít elő. Tehát rendkívül rossz a hatásfoka az energiatermelésnek, szállításnak, vagyis bármilyen vásárlás vagy újrahasznosítás, ami az energia kell, az már eleve nehezen környezetbarát. Környezetbarát az, ha nem vásárolsz semmit. Az a legjobb ötlet, legalábbis nem boltban. Ezt meg lehet csinálni. Mi ezt tűztünk ki célul, és igazából rendkívül ritka esetben kell csak elmennünk boltba, néhány fűszer, de most már van fűszeres barátunk is, aki házilag csinál és csomagol fűszereket, akitől ilyesmit lehet venni, tehát igazából szinte minden megoldható. Van zöldséges barátunk, akitől a zöldséget szerezzük, de több ilyen is van, sajtos, mézes, mindenféle barátunk, kenyeret magunkítjuk, annak útról hozunk annak vizet, teafüveket én leszedem. Tehát igazából eljutottunk már odáig, hogy nem nagyon kell egyáltalán boltba járni, tehát nincs bolti vásárlás. Csináltak egy érdekes kísérletet Amerikában, Riley tudós bácsik azt vizsgálták, hogy mennyi idő alatt bomlik le egy emberi holttest. Középkorban másfél-két év alatt lebomlott ugye
egy emberkének a holttest, ami manapság 8-10 év. Amerikában 12 év, ők a rekordtartók. Tehát annyi tartósítószer, különböző anyag halmozódik, akkumulálódik a szervezetben, hogy a holttest sem bomlik le. Nyilván ez már nem nagyon fog akkor bennünket érdekelni, de jól mutatja a problémának a mértékét, hogy mennyi idegen anyag halmozódik a szervezetben. És én amikor az iskolákat járok előadásokat tartani, kérdezem a fiatalokat, hogy van-e köztük allergiás, nagyon sok, tehát osztályoknak harmad része, negyed része jelentkezik, hogy már allergiásak. És ugye, így van, sokan nem is tudnak róla és nincs kivizsgálva, tüneteket mutatják csak ugye. És még mindig ott tart a közvélemény, akkor írtsuk a parlagfüvet tűzzel, vassal és jelentsük fel a szomszédot, ha nem ért ott a időben a parlagfüvet. Az már csak a tünet. Ugye az immunrendszer a mű ennivalótól gyengült el legtöbb esetben, amikor nem genetikai eredeti betegségről van szó, hanem ilyen szerzett, felszedett allergiáról, annak a tipikus esetéről, én most erről beszélek, akkor ez többnyire táplálkozással függ össze. Vagyis a szervezet nem bírja ezt a rengeteg méreganyagot, az immunrendszer elgyengül, és ezért mutat túlságosan erős tüneteket különböző pollenekre, illetve pollenek által hordozott anyagokra, vagyis az allergián, de erre nem az a megoldás, hogy akkor szüntessük meg a pollenöket, hanem vizsgáljuk meg, hogy mit teszik az a gyerek, magyarul nem szabad boltnak a közelébe se engedni, és akkor javulhat az allergiája. Nyilván erre vannak még módszerek, van, aki parafüllevelet rák virágzás előtt, ami szintén segített immunizálni a szervezetet, ezeket ismerjük. De én a táplálkozást szeretném kiemelni, hogy szerintem az nagyon fontos. És ez még csak az egyik nagyon picike szelete mindazoknak a hatásoknak, amiket okozni tud a bolti élelmiszerek vásárlása bennünk. Vagyis ugye ahelyett, hogy mi egy fűtött helyiséget, az alkalmazottak bérét és nagyon sok egyéb számítási költséget, reklámot, marketinget próbálunk megfizetni, amikor megveszünk egy terméket, hogyha ugyanazon a pénzen én a hiteles emberi kapcsolatomon keresztül vásárolok valamit, az nem lesz drágább, csak sokkal nagyobb aránya fordítódik a pénzemnek tényleg az ennivalóra. Azért, mert az Ica néni az nem reklámozza magát sehol, csak van egy tehene, megcsinálja a házi sajtot, tényleg megfüstölik, még ugye a bolti füstölt sajt, azt tudjuk, hogy nem füstölt és nem sajt, mert ott nem történik érlelés, ugye egy centrifugával sűrűségkülönbség alapján szétválasztják az összetevőit, és a legsűrűbb frakció lesz, amit sajtnak neveznek, de az nem érlelt sajt, és nem is füstölik meg, hanem egy fekete lényben megbusztatják, mert mint tudjuk, nincsen már igazi füstölés a tejipari üzemekben. Még ugye egyszer néni tényleg megfüstölik, tudjuk, látjuk a rácsnak a lenyomatát a sajtján, és így tovább, tehát meg el is hisszük neki, meg voltunk is nála, tehát az igazi sajt, és ugyanúgy 1600 forint kilója, lehet, hogy gondolom a drágát, nem tudom, a füstölt sajtok. A kilónként jára, hogy mennyi lehet, de szerintem nem drágább, hogyha én veszem, mint hogyha boltba venném. Vagyis én azt tapasztaltam, amikor így átértünk az ilyenfajta táplálkozásra, hogy baráti kapcsolatokon keresztül saját magunk gyűjtve, előállítva, kinek hogy engedi az ideje, hogy nem drágább így vásárolni, és nem is több idő. Tehát csak ki kell alakítani ezt a kapcsolatrendszert, és utána már nagyon könnyű dolgunk van. És ezt javaslom mindenkinek, illetve szeretnénk is ilyen programokat csinálni, a Körd Egyesületnek lesz is ezzel kapcsolatos kis szemináriuma, ami élelmiszerekkel és konkrét javaslatokkal foglalkozik, hogy mit, hogyan, honnan és milyen módon lehet előállítani. Most ettől mélyebben nem mennénk bele, vagyis csak fölvillantani szerettem volna, hogy nyilván az egészségnek a védelme nem ott kezdődik, hogy jön a gyógynövényekkel kezelem gyógyszerek helyett a problémáimat, hanem ott kezdődik jön, hogy a táplálkozásomra figyelek oda sok egyéb mellett, és így eleve kevesebb betegséget kell kezelnem, vagyis ne csak a tünetek kezelésében újuljunk meg, hanem előzzük is meg azokat. A közösségi együttműködés megnyilvánul még sok egyébben is, ugye vannak itt többen, akik a Suskakörnek is részesei, és van ugye saját pénze a kis közösségnek a Suska formájában. Suskakör már nem csak Szegeden működik, hanem Kecskeméten, Ásatalmon, Budapesten, sok más városban is, ami ugye igazából csak egy jelzés, hogy a közösségei mennyi energiát adok és mennyit kapok vissza, ezt próbálja a Suska elszámolás egyensúlyban tartani, vagyis mindenki tehet szívességeket, ajánlhat föl szolgáltatásokat, használtárgyakat Suskáért, és utána azon a Suskán tud vásárolni a többiektől, nem kell ehhez már csak egy kis Suska csekkfüzet,
meg ugye az, hogy benne legyünk a közösségben. A Szeged és Huskakörnek a Facebookon ugye azt hiszem, hogy 300 körüli család a tagja, vagyis igen sok emberkével kompatibilis csereszabatosan is Huskán, amit nagyon sok mindenre tudunk így használni. Waldorf iskolában lesz ugye most is Huska piac, Kolozsvári téren, akit érdekel az ilyesmi következő szombaton, ha jött, akkor a 22, nem? Október 22 az melyik szombat, az még nem a következő. Két hét múlva szombat. Tehát ott is szeretettel látnak a suskások mindenkit, akit esetleg az érdekelés még nem folyt bele, csak előtte a Facebookon nézzen, föl tud tájékozódni egyébként Suska kört, ha megtalálja. És persze megosztjuk egymással a tudásokat, próbálunk egymást minden többféle formában segíteni. Nem csak a gyógynövény tanfolyamra gondolok, hanem egyéb olyan közösségi összejövetelekre, képzésekre, amelyeknek szintén részese lehet, aki szeretne. Itt vagyunk kint egy kis asztallal, ott föl lehet iratkozni a hírlevélre, ahol az ingyen címnek egy gyűjtőjegyet. Vagyis a kettő dolog, amit összehasonlítanak, a kétféle szemlélet, a kétféle elv, annak, hogy a gyógyszerészeket is megbántanánk, ugye az, hogy a tüneteket vegyszerekkel próbáljuk kezelni, vagy pedig gyógynövényekkel. Nekem is van orvos, és több is nagyon jó barátaim között, van, amelyik úgy gondolja, hogy azért ő inkább a gyógyszerészekre bízza azt, hogy a hatóanyagokat minél exaktabb, pontosabb módon nyergjék ki a különböző növényekből, és nem a gyógynövényt használja, hanem a gyógyszer. Csak hát mi tudjuk, a gyógyszerek nem mindig arról szólnak, hogy csak hatóanyagokat koncentrálni és azt adni a betegnek, hanem sokféle más alapú gyógyszer is van, ami nem gyógynövényi hatóanyagokat használ. Legtöbb fejfájás csillapító például egyszerű kábítószer. Mi tudjuk, mert ilyenekre gondolok, tehát ami nem gyógynövény alapú gyógyítás, hanem más. És ugye ezzel állítjuk, nem állítjuk szembe, hanem inkább alternatívát kínálunk és kiegészíteni szeretnénk a gyógyászatot, mert természetesen orvoshoz kell fordulnunk, hogyha bármilyen olyan problémánk van, amit mi nem tudunk pontosan diagnosztizálni és kezelni, és én mindenkit arra bíztatok, hogy orvosi felügyelet mellett használja az alternatív gyógymódokat is, természetesen, ezért mindig minden fórumon elhangzik, ahol alternatív gyógyászattal foglalkozunk, de nyilván van a betegségeknek, tüneteknek az a köre, amit a kis házi patikán segítségével is tudunk kezelni. Például a vállizületi problémámat nem hiszem, hogy ilyen hatékonyan kezeltem volna bármi, mint ez a kis gesztenyés kivonat, amit az elején mutattam. És akkor a növényekkel foglalkoznánk ezek közül csak néhányal az idő rövidsége miatt. Timi majd jön és leállít engem, hogyha belelendülök, akkor ugyanis nem biztos, hogy nézem az órát. De szeretnék kedvet csinálni gyógynövények használatához, azzal, hogy néhány konkrét növénykét is megmutatok, ezeknek a kezelési földolgozását, meg azt, hogy melyik, mire jó, mire tudjuk használni. A akác virágot ugye nagyon rövid ideig tudjuk csak gyűjteni, mert hogy teljes virágjában érdemes csak szedni, tehát nem kinyílás előtt, és nem is mikor már elvirágzik, hanem ilyenkor teljes virágjában. És én mindig, mindegyik gyógynövényre szinte a befőttes üveges tárolást javaslom. Természetesen zacskóba is lehet, csak az acskóban forgalmazott növényekkel több problémánk is van. Itt most láthatunk ilyet is, szagoljatok bele. Fürtös menta. Mit érzel? Udvarias volt, olyan érdekes illata van. Én papírszagot érzek. Tehát a mentát már nem érezni. Azért, mert acskóban a illó, így van, átveszi a papírnak a szagát egyrészt, másrészt a környezetből bármilyen szagot át tud venni a papíron keresztül, harmadrészt az illóolajok azok elpárolognak így könnyedén, hiszen ezeket nem tudja az acsi visszatartani, és a dövénykénk az meg összetör teljesen, apróra össze van zsazsálódva benne a mentának a levele. Vagyis, hogyha így veszünk gyógynövény, az olyasmi, mint hogyha a piacon úgy veszünk almát, hogy azt a néni már három nappal előtte megpucolta és fölkockázta nekünk, és akkor azután árusítgatja, csak a gyógynövénynél nem látjuk ugyanezt. De ugyanezt történik. Sérülnek a sejtcellák, az illóolajtartó, emiatt a hatóanyagok nagy része az eleve elveszik, összeapózódott a növény, míg ugye én meg tudom azt tenni egy befőttes üvegben, hogy az akácvirágokat egészben tárolom, egyben. Bármilyen levelet, például a mentának a levelét szintén egészben tárolom egyben. Vagyis hát jó, itt is nyilván az aljában egy kis törmelék, de hogy lehetőség szerint jó levelet, sok mindenféle levelet, így próbálok tényleg egészben betenni a befőttes üvegbe, hogy az minden tovább maradjon. De hozzáteszem, hogy ez a házi fodor mentám, ez már 2,5 éves
mert ugye már október van, és egyébként csak volt lehet, tehát egy bátorban sok mindent fogok, hogy ennek érezni az illatát. 2,5 éves mentának még érezni az illatát. Azért, mert befőtt esüvegben van, nem pedig zacskóban. Vagyis amikor a gyógynövényként már roppanva törik, tehát marad egészben, hanem halljuk is akár, hogy teljesen szárazon, roppanva törik, akkor már nyugodtan tehetjük befőttes üvegbe, és így tárolhatjuk, akár 2 évig is. Hát nyilván ennél tovább nem javaslom, tehát ha meg fogjuk inni, mert ugye ilyenkor már kezdenek a hatanyagok azért ilyen tárolás mellett is lebomlani, de befőttes üvegben tartható el szerintem legtovább, úgyhogy legtöbb hatanyag megmarad, így az illóolaj tartalma is megmarad, és a levelek nem törnek, hiszen egy merev falú üvegedényben tudom tárolni, ha bármi problémájában látom, csak annyi, hogy sötét hűvös helyen kell tartani, magyarul konyhaszekrényben, és így el tudjuk tartani, ameddig csak lehet. Szóval az akácvirágot is, amikor leszedem, akkor ezt megszárítatom, és amikor már teljesen száraz, akkor befőttes üvegbe teszem. Akácvirág teja nagyon finom, ez élvezeti tejaként is jó, tehát nem kell megvárni, hogy bármi bajunk lesz, de amúgy meg köhögés csillapító hatása van. Ezt onnan lehet megjegyezni, hogy aki evett már akácvirágot, csak úgy, hogy azt szoktuk enni patikuki helyen gyerekkorunkban ettük az akácvirágot, attól kicsit meg köhögni szoktunk pont, mert letapadnak a szilmok esetleg, nem tudom, más szokott, nem mindegy. De az akácvirág teja az igazából köhögés csillapító hatású, amúgy pedig a gyomorsav megkötésében is segít, vagyis gyomorsav túlképződés esetén is javaslom, és éppen emiatt például fogyókúrához se rossz, hiszen segít megkötni a gyomorsavat. Hát akácvirág teát lehet iszogatni élvezeti teaként is, de emellett még vannak ezek a gyógyhatásai. Nagyon rövid a szedés ideje, ezért mondtam, hogy érdemes nagyon sokat szedni, amikor virágja teljében van az akác. Apró szulák és gyógynövény, ez a folyódár, ami a kerítésen szokott lenni, de nincs idő most mindenkire. A fekete bodza, az a közönséges bodza, tudjuk azt, hogy teát is lehet készíteni belőle, és itt van a Zsolti barátunknak a bodzilla készítményei, bodzilla, lekvár és hasonló, amit itt a Boros Attila árul kint a soron. Azért nagyon jó, ugye a bodza lekvár, a bodza bogyókból készült lekvár, mert ebben olyan hatanyagok vannak, amelyek megkötik a szabad gyököket, és ezért segítenek a szervezet méregtelenítésében. És ennek tudható be a rák megelőző hatása is. Nem a reklám helyen, csak úgy jó barátságból a Zsoltot is szeretjük, aki ezzel foglalkozik, ki a bodza bogyókból csinál ilyen készítményeket. Ez az dolog. Elég macerás a lekvár készítés, de megpróbálkozhat vele, aki szeretne otthon házilag is. A bodza virágot viszont mindenképpen érdemes gyűjteni, ez még nagyon jó lázcsillapító. Ezt is lehet inni élvezőteaként, csak úgy a öröm kedvéért, de mivel izzasztó hatású, minden, ami izzaszt, az lázcsillapító hatású is. És én a bodza teát úgy szoktam használni, hogyha bármilyen ilyen lázas betegségem van, ugye a lázat nem akarjuk eleve lecsillapítani, hiszen a láztól gyógyulunk, legalábbis most volt a családban olyan betegség, ami csak ilyen hirtelen vírusos fertőzéssel kialakuló betegség, ahol ugye egy 38 fokos láz az még teljesen egészséges és az segít a szervezetnek a gyógyulásban, de azért tudjuk, hogy a láz estére mindig föl szokott menni, ezért ilyenkor a gyerek meg délután már adod a kis bodza teát, hogy a lázat úgy normális szinten tartson, mert azért nyilván nem fogom 39 fok fölé engedni, még a sajátomat se, a gyerekét meg mondjuk tudom, a 38 fél fölé nem engedem menni, vagyis a bodza teja segít neki egyenletes szinten tartani a lázát, az esti órákra ez nagyon jó, hogyha így időzítjük. Amúgy meg ki lehet rántani a virágot, úgy ahogy van, ezt palacsinta tésztában szokták forgatni, ez az ismertebb. Én kipróbáltam úgy, hogy lisztajás zsömlemorzsa. A friss bodza virág tányérját, nagyon finom sütkumbival, ilyeneket meg lehet kóstolni. A cicka far mindenféle női problémának tipikus remek jó gyógynövénye, amit ugye szintén jó szívvel javaslok mindenkinek. Föltétlenül csak lányok használhatják, de ugye női nemű hormontartalma van a cickafarknak, vagyis ösztrogén tartalma miatt elsősorban ide köthetjük. Egyrészt menstruáció ideje nagyon sokat segít, hiszen a vérzést csillapítja, a fájdalmat csökkenti, görcsoló, gyulladás csökkentő, fájdalomcsillapító hatású. De nem csak ilyenkor jó, hanem például bármiféle fölfázás gyógyítására, ilyeneknek a megelőzésére, petefészek gyulladás megelőzésére. Nagyobbik lányom például fölfázott egyik alkalommal, de volt ilyen
családban a lányok közül a többiekkel is, hogy még leültek valami sziklára egy túrán, és akkor fölfázás. Tüneteket ugye észrevesszük, hogy sűrűn jár pisilni, meg ilyesmi, minden baj van. Akkor már is beültettem egy forró kád fürdőbe, és egy nagy 16 literesben forralok föl vizet a cickafarknak, bele a cickafarkot, és azt úgy cickafarkostól minden estül hozzájöntöm a fürdővizéhez. Reggelre semmi baja nem volt. Tehát nagyon gyorsan lehet kezelni az ilyeneket ezzel, amilyen éppen induló kis fölfázás meg hasonlókat. Erre például szintén nagyon jó a cickafark. De nyilván sok egyéb hatása és ismert vérzéscsillapítása miatt ugye használták külsőleg is borogatásként is, persze nem ilyen sebekre, hát ugye ennek, ezen kívül is komoly szakirodalma van. Fontos, hogy június környékén szedjük, június elején, amikor ilyen. Tehát a fehér virág, amikor megjelenik, virágba borul, június elején a legmagasabb a hatóanyag tartalma. A sima leveleit ugye még most is lehet szedegetni a cickafark leveleket, de ilyenkor a hatóanyag tartalom az már csak töredéke a júniusinak. Csalának a gyógyhatásait most nem énekeljük meg, nagyon sok van neki. 16 féle legalább, amit össze lehetne szedni, de ugye ez is nagyon jó teakép. Figyeljünk arra, hogy a csalán teakúrát azt csak időszakosan, de tényleg kúraszerűen használjuk. Ugye 6 hétnél tovább nem szokás, vagyis én úgy szoktam, hogy tavasszal és ősszel tartok egy-egy csalán teakúrát, ami nagyon jó vértisztító hatású, segít a szervezetnek a tavaszi és az őszi rendberakásában, és ilyenkor mondjuk egy hónapon keresztül minden nap viszont pár csésze csalán teát, de annál tovább nem, és a benne lévő kovasav nyilván erősen vízhajtó hatása miatt is vérsűrítővé válik egy idő után, vagyis ezért nem használjuk folyamatosan, hanem csak kúraszerűen. Nagyon jó például váltogatni tavasszal a tavaszi tisztító kúránál, amikor túl vagyunk már a karácsonyi nagy érkezésekkel hasonlókon, akkor gyermekláncfűvel, pingpongval szoktam váltogatni. Mert a pingpong az a szervezet nagy rendcsinálója, nagyon jó a pingpong gyógyteája, lesz például a szó mindjárt a B betűnél. Szóval a pingpong teát csalán teával váltogatott tavasszal, több mint egy hónapon keresztül, és ez nagyon jót tesz a szervezetnek az új szezon kezdetekor. Csipkebogyóról most mondanék néhány szót, azért a csipkebogyó szezonban. Hoztam is nektek csipkebogyót. Meg most írtam is cikket, ugye, amit én osztogattak mindenhol az Egészség egyszer egy magazin, abban mindenki talál egy cikket a csipkebogyóról, meg a vadgesztenyéről, a két aktuális nevéről, amiben le is van ez írva, hogy miért szedjük a narancsárga csipkebogyót, ezt a halványat. Azért, mert ennek sokkal magasabb a vitamin tartalma. És nem kell várni a csipkebogyó szedésre, az teljes tévedés, amikor megcsipta a fagy, akkor kell szedni csipkebogyót. Ez csak abban az esetben igaz, hogyha lekvárt szeretném készíteni. Aki lekvárt csinál, az nyugodtan várja meg, hogy megcsípje a fagy. A vitamin tartalma már nagyon alacsony lesz. Novemberrel lebomlik a vitamin a csipkebogyóban, a termésben. Vagyis, hogyha mi a vitamin tartalmát szeretnénk használni, akkor minél hamarabb szedjük, akár már augusztus legvégén vagy szeptemberben, amikor még ilyen narancssárga halvány színű, és szárítsuk ki teljesen, és utána befőttes üvegben lehet őt is tárolni. Itt van a tavalyi csipkebogyó termés. Ugye nekem ezügyben is könnyű dolgokban rengeteg csipkebogyót tudok szedni, mert mindig kim vagyok a daluleseken. Túravezetőként van a dalu szezon itt a Szegedi Fehértón, amikor 20-30 ezer dalumadár van a Fehértón, és ilyenkor a kis csoportjaimmal mindig úgy helyezkedünk, hogy a fejünk fölött repüljenek be a madarak a naplementébe. Meg mindig úgy helyezkedünk, hogy pont egy csipkebogyó bokor mellé, hogy amíg a csoportom nézi a darabokat, akkor én tudja szedegetni. És így összegyűjtöm, meg lehet szagolni ezt is, a nagy tömegben a csirkebogyót, és én érzem, hogy a tavainak még van illata. Ez már élénkíros volt, mert ez daru szezonból való, az a baj. Tehát ennek már picit alacsonyabb a vitamin tartalma, mert ez október legnégi csirkebogyó. És most szakítottam az időt arra, hogy szedjek hamarabb, tehát most néhány túrában próbáltam figyelni rá, hogy ne várjuk meg ezzel a daru szezont, hanem pont a vitamin tartalom miatt már szeptember elején. Nem örlöm meg. Ez nagyon fontos, hogy ne aprítsuk föl előtte, ugyanemiatt, hogy ne sérüljenek fölöslegesen a kis bogyószemek, hanem csak akkor roppantom meg, amikor beleteszem a forró vízbe. Tehát a csipkebogyót többféleképpen lehet elkészíteni. Nem is mindig forrázunk, mint jól tudjuk, langyos vízben áztatva tudjuk megőrizni a vitamintartalmát, hiszen 60 fokon lebomlanak a benne lévő vitaminok.
Tehát, hogyha először az előző vonalon maradunk, hogy akkor szedtem ilyen halvány narancssárga, halvány piros csirkebogyót, ezt ugye langyos vízben áztatom. Vagyis fölforralom a vizet, én úgy szoktam, hogy fémkannába forralom, hogy a fémedében sose készítünk gyógyteját, és utána 3-4 ilyen üvegben porcelán kancsom van előkészítve, amelyek üresek, és az aljukon már ott vannak a kis növénykék. Ha a gyerek egyet köhintett például, akkor már is csinálok egy házfateját, egy immunrendszer erősítő lándzsásúti fűteját, meg egy csipkebogyóteját például a vitamin miatt, és akkor a forró vizet ráöntem a másik kettőre, de a csipkebogyóra nem. Megvárom, amíg a tejáskodna visszaül egy kicsit, ugye már ilyen kézmelegre az a víz, és akkor öntöm rá a langyos vizet csak a harmadik kancsóra, vagyis a csipkebogyót langyos vízben áztatom, ha a vitamin tartalmát szeretném használni. De hogyha mondjuk éppen tavaszi időszak van, ilyen április-május ilyesmi, akkor valamikor már csak élvezeti teaként iszjuk a csipkebogyót, mert úgyis jutunk vitaminhoz rengeteg más forrásból. Hiszen van már retek, hagyma, paprika, sok minden, vagyis a tavaszi időszakban nem biztos, hogy a vitamin kell nekem a csipkebogyóból, olyankor nagyon jó ez is. És nem darálok le egyáltalán semmi ilyesmit nem csinálok vele, hanem éppen, hogy egészben őrzöm a csipkebogyó szemeket a befőttes üvegben, és csak akkor robbantom meg, amikor már a főzést, a forrázást magát csinálom. Ilyenkor lehet például forrázni is, mert akkor meg más hatanyagok boldognak ki belőle. Beszélgettem erről egy gyógyszerésszel, és ő is megerősített abban, hogy ugye, mivel sokféle ásványanyag és sok más hasznos anyag is valami a csipkebogyóban megtalálható, és nekünk jót tesz, ezért nyugodtan lehet forrázni is. Az megint picit más jelleget ad neki. Tehát ki lehet próbálni. Igen, de ugye a magját akkor sem hasznosítjuk, hogy a lekvárt készítünk belőle, mert ugye akkor is elveszik, de valóban az. A forrázatot használom én is leggyakrabban. Én szőlőmagot szoktam használni, ami szintén megköti a szabad gyököket és méretölítő hatású, azt őrölöm le. Tehát a szőlőmag őrleményt készítünk, ilyen egészen finom kávé, bor finomságúra megőrüljük például kávéderálóval vagy bármivel, és utána azt turmixba lehet beletvenni, ott nem veszük észre csak azért abba, és turmixokkal meg lehet inni mindig egy pici szőlőmagot, amit egyébként nagyon drága pénzen árulnak, de hogyha most össze a szület idején odafigyelünk egy-egy még szőlőt préselő ismerősünkre, akkor ott a vörös szőlőmagját ki lehet nyerni a törköly előtt, egyszerűen csak vízzel a sűrűség különbség alapján szétválasztva a szőlőhéjától, és az a szőlőmag kiszállítható, utána leőrölhető, és akkor van szőlőmag örleményünk saját. Tehát a csipkebogyót többféleképp is föl lehet használni valóban, ugye nyilván, ha most csak a teját nézegetjük, akkor itt a vitaminos tejához halványat szedjük minél hamarabb, és ha csak élvezeti teaként fogyasztjuk, akkor meg mindegy, amikor kijutunk terepre, szedjünk csipkebogyót. A langyos vízben áztatott gyógynövényeket, azt nyugodtan egész éjszakára benne lehet hagyni. Azok közül, akikről én most mesélek, csak kettő ilyen lesz, a csipkebogyó meg a pipacs szirom. Mindjárt jön a pipacs, majd a pénél. Ő is langyos vízben ázik, én szoktam keverni is a kettőt. A csipkebogyó teját és a pipacs teját nagyon jó keverni. Ugyanis a pipacs tejának semmi íze nincsen, semmi különös, viszont szép piros, azt tudja, mert ugye a szirmok adják a piros színt, és a csipkebogyó teja az meg finom, a pipacs szirmok adnak neki pirosabb szín, és úgyis mind a kettő langyos vízben ázik, tehát miért ne kevernénk. A pipacs teja az remek idegnyugtató hatású, mivel a mágfélékkel rakom, kellemesen elezik, tehát lehet használni ilyen célra is, van, aki altatóként használja például, hogy pipacs tejával aludni, ilyesmi, ezekre is jó lehet, amúgy meg nagyon jó szíverősítő. A pipacs teja kiváló szíverősítő hatású, de annak a pipacsnak már mint kizárólag a szirmát gyűjtjük. Tehát amikor van ugye a pipacs mezős időszaka a tavasznak, akkor itt csak a szirmokat leszedni, azt gyűjtögetni. Kiszállítani nem könnyű, műanyag tálcán ne is próbálkozzunk. Pipacs szirmot az csak újságpapíron, vagy textilen, vagy máshogy szállítjuk. Hát én mindent a napkollektoros aszalomban szállítok, abban tudok ilyet megoldani. Hogyha Timi közelít, az azt jelenti, hogy az idő az fogyogat, nem? Vagy még van pici idő? Nincs már, nem majd. Akkor még hadd mutassam meg azt, amiről szó volt, hogy az itt lévőkhez kapcsolódva. Egyik ugye a gyermekláncfű, akit mondtam, hogy a tavaszi tisztító kúránál a csalán teával keverjük. Vagyis a pingpong is csodálatos gyógynövény, ahogy mondtam, a szervezet nagy lencsinálója. Már február, március, áprilisban lehet gyűjtögetni a pingpongot, és teaként fogyasztani, mert ugye csinálunk belőle szirupot is.
És a hagyma héját se dobjuk ki, hogyha most más nem, de kedvet kaptunk a gyógyteákhoz, hát legalább mondja, hogy mindenkinek van ott van pár fél vörös hagyma. És legközelebb, amikor a hagymát pucol, akkor azt ne dobja ki, hanem a vörös hagyma héjából, csak a ropogós külső aranysárga héjából, erről beszélek, ebből nagyon finom teát lehet főzni, ami, mint tudjuk, köhög és csillapító hatású, tűnőnek jót tesz, hagyma héj teát. Ezeket én kevergetni is szoktam, tehát nem muszáj üresen írni a hagyma, üresen inni a hagyma héj teát. Attól még az köhög és csillapító hatású, hogy például keverem hásta teával, vagy menta teával, vagy ami jól esik, tehát a finom teát az ilyen semleges ízűekkel nyugodtan lehet keverni. Parancsolj! Igen, tehát itt a csipkebogyón és a pipacson kívül az összes többi, az mind forrázott tea volt, akit mondogattam, a hagyma héj is forrázható. Én ezt úgy szoktam, hogy ott van a porcelán kapcsolom mindig a pulton, és hogyha egy hagymát meg kell pucolni, akkor eleve abban belepucolom a héját a porcelán kapcsolva, és következő teafőzésnél majd csak ráadtam a vizet. Nem vészes egyébként, az íze is finom. Valaki karamellizált cukrot is úgy csinál hagyma héj teát, ott nagyon szép aranysárga teát lehet nyerni, úgy még a gyerekek is megisszák. Vagy akkor is megisszák, hogy nem tudják, hogy hagyma héj teja, mert nincsen hagyma íze, ugyanis csak a ropogós külső héját használjuk, nem a húsos héjakat. Hásfavirág ismerjük, ami szintén megfázásra. Kamillát is ismerjük, ezt nem ragoznám. Láncsás útifűről azért szólnék egy pár szót, mert hoztam szirupot, ezt még megmutatnám. Láncsás útifű szirupot is lehet készíteni. Ez az, ami gyógyszertárban drága pénzen árulnak. Tehát nem tudom, ilyen 3000 forint egy üveg láncsás útifű szirup, ami nagyon jó köhög és csillapító. És ugye ilyen szirupot 5 perc alatt lehet készíteni. Parancsolj! Csak gyűjteni kell egy kis láncsás útifűvet májusban, amikor a hatóanyag tartalma a legmagasabb. Gyerekekkel szoktam szedetni, jó hallik a derekuk, és minden recept azért úgy kezdődik, hogy a gyerekkel szedessünk láncsás útifűvet most például, és ezt vágó deszkán összeapítom, és befőttes üvegben rétegzem bele cukorral. Hát itt lehet is látni, még megvan a legalsó cukorrétegből egy kicsi, ott van, vagyis cukor, útifű, cukor, útifű, cukor, útifű, ez egyszerűen csak így sorba lett pakolva, mint a tortában a rétegek, ilyen úgy vastagságú adagokban. És ez magától alakul át ilyen szirupá, ugyanis a cukor, kristálycukorról beszélünk, amit beletettem, már barna cukrot szoktam használni, ha lehet, hogy az az igazi cukor. Szóval az kiszívja a láncsás útifű levelekből a hatóanyagokat, és abban oldódik föl, vagyis így rendkívül erős szirupot nyertünk, ami nagyon hasznos lesz. És ezt lehet adni a gyereknek, hogyha kicsit köhög, ilyen slájmoldás, váladékoldás nagyon jó, kanalat ebben kicsit megmerítve, levelestől, mindenestől így megissza, mert finom édes, és reggel délben megkapja, ez nagyon jó neki. Amúgy egy nagyon jó immunrendszer erősít a láncsás útifű. Csak mi olyan? Ezek benne vannak a te könyvedben. Ezek benne vannak az én könyvemben. Jó? Persze hagyjuk, akkor hadd köszönjek el a növényekről, nyilván még rengeteget lehetne, ez az asszalomban szállítom az egészet, ugye lapkollektoros asszaló, ez nincs benne a könyvben, és egyébként meg hát nyilván a természetet csak a természetben lehet megismerni, vagyis mindezekről terepen lehet legtöbbet megtudni. Hát akit részletesebben is érdekel a téma, az nyilván jó, hogyha tartja velünk a kapcsolatot, ha van kedve, bárkinek lehet jönni a gyógynövényismereti tanfolyamainkra. A 2017-es gyógynövényes tanfolyamunknak már megvan az időpontja. Itt kint, ha itt kimegyünk ezen az oldalon, az első asztal a miénk a Körte Egyesületé, ott már vannak szórólapok a 2017-es gyógynövény tanfolyamról, lehet ebből kérni. Az Agórában lesz az előadás része, három alkalmas, három szombatos tanfolyam, második a terep, amikor megyünk terepre is, gyűjtünk, határozunk, szedünk, megismerjük a gyógynövényeket, meg lehet tényleg szedni is nyugodtan, mert olyan területre viszem a csapatot, ahol lehet szedni. És a harmadik alkalom pedig a földolgozás, amikor nem csak a tejákkal, mert egy pici szelete csak, hanem rengeteg minden máson is foglalkozunk, szappanok, tinktúrák, kivonatok, szirupok, gyógynövénytartalma, egyéb készítmények, kozmetikumok, élelmiszerjellegű felhasználás. Tehát a gyógynövények legkülönbözőbb felhasználási területeivel foglalkozunk úgy, hogy én meghívok rengeteg szakembert, és a forgószínpad jelleggel mindegyik bemutatja a saját területét a csapatnak egy fél órában, és így gyorsan körögve mindegyikhez lehet kedvet kapni, meg tudni róla egy csomó dolgot.
ilyesmi a gyógyszerismereti alaptanfolyamuk, és a könyvecskét is jó szívvel javaslom, amit Timi említett, abban benne vannak azok a növények, amiket itt helyben ismertem meg, én nemzeti parkosként vezettem már vagy 1000 túrát a környéken, és azok a növények, amelyekkel legjobban találkozom, ezeket vettem bele a könyvbe, hát lehet látni, hogy ezekkel is lehet fedni a házilag kezelhető betegségek legjobb részét. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak, meghallgattatok, és még kint az asztalnál tudunk beszélgetni, mert ideben már nincs idő, hogyha még bárkinek bármi kérdése van.